A hazai kiállítók mellett képviseltetik magukat török, bosnyák, macedón, horvát és német aranyművesek is. Az arany és ezüst ékszerek mellett bemutatják a drága és féldrága köveket, a legújabb ékszerkészítési technikákat és az aranyműves szakma korszerű eszközeit és gépeit. A vásár legdrágább darabja egy 20.000 eurós karkötő. Hogy milyen különleges ezen az ékszeren? Amellett, hogy a 44 gyémántot tartalmazó karkötőt 18 karátos fehér aranyból készítették, különleges érzést nyújt viselőjének, aki felpróbálja, rögtön meg fogja érteni miért. Krizsek úr szerint a gazdasági válság ellenére is minden ékszer vevőre talál, akármennyibe is kerül. Szerbián belül is a falu helyeken egész másmilyen árucikkek után van érdeklődés, mint a városban. És ha ezt ki tudjuk valamennyire használni, ezt a különbséget, esetleg olyan cikkekkel, amire nem érdemes a külföldi nagyiparnak hozzáállni, tehát ezeket a hézakpótló cikkeket, abban az esetben túl lehet élni ezt a gazdasági krízist. A 17. nemzetközi ékszer és óra kiállítás során számos újdonságot is láthatnak az érdeklődők. Idén három divatmárka legújabb termékeit hoztuk el a kiállításra. A Misaki ékszereire a gyöngyök jellemzőek, melyeket a 30-as évek divatja inspirált. A Tiszent a New York utcájának hangulatából jött létre, színei a sötétkék és a lila. A Nomination pedig az arany és a Swarovski kristályok kombinációja. A fiataloknak szintén újdonsággal készültünk. 10 különböző szint egyesítő karkötő kollekciónk minden hangulathoz megfelel. A kiállítás minden nap 10 és 18 óra között látogatható. A belépés díjtalan.